A karcagi városi megemlékezés az északi temetőben kezdődött, ahol Kemény Pál az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi mártírjának sírjánál emlékező beszédet mondott nagy tiszteletű Koncné Lehoczky Krisztina református lelkész. Nem kért senki bocsánatot Kemény Pál itt maradt feleségétől, az áldott emlékezetű rimaszombati Máriától, a két fiától, Páltól és Istvántól. Nem csak a szívünknek kedves családfő elvesztéséért, hanem azért, hogy még holt porában sem tisztelhették őt 34 éven át. Nem. Annak a kegyetlen rendszernek nem volt szokása bocsánatot kérni. Sőt, az 50. évfordulón lovas rohammal és szemkilövetéssel tetőzték a leszármazottak a bűneiket. És a szlogán sem változott. Na és? Kedves családtagok, emlékező közösség, mégis szunnyadjon lelkünkben a jogos háborgás. Legyen ez a pillanat, és legyen ez a megszentelt hely a megbocsátásé. Ahogyan az apostol is kérte, mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg. Mindenek előtt azért, mert a megbocsátás, a megbékélt lelkület keresztény erény. Az idézett költeményben is van erre utalás, ha annyi vagyok, mint ők, semmi vagyok. Mi többek vagyunk, mi másak vagyunk. Másfelől a megbocsátó ember Jézus Krisztus kezébe helyezi a fájdalmas, a nehezen elfogadható ügyeinket. Ott van jó helyen, sőt, minden Jézus Krisztus kezében van a legjobb helyen azért, mert ő az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztus a jövő, jövendője a helyesen cselekvőnek, de a gonosznak is Jézus a jövendője. Csak amazoknak ez ítéletet és kárhozatot jelent. Jézus Krisztusban azonban Kemény Pál testvérünknek jó sorsa, szép jövendője lesz, ez pedig nem más, mint az üdvösség. És a mi megbocsátó lelkünk jövője a Krisztus irgalma és békessége. Ezekkel a gondolatokkal emlékezem tisztelettel Kemény Pál testvérünkre, és kérem Isten vigasztaló szeretetének kiáradását az ő gyászoló családtagjaira. Ezt követően az emlékező közösség koszorúkat helyezett el a síremléknél.